Kedves nézőink, nagyon sok szeretettel köszöntjük Önöket, a Weekend második része is többek között a szilveszterről fog szólni, de először van egy nagyon érdekes dolog az utónevekkel kapcsolatban. Én nemrég jöttem rá, hogy... Igen, belekóstoltam a pezsgőbe. Szóval nemrég jöttem rá, ez egy bonyolult szó, hogy ezeket minden hónapban frissítik, ezeket az anyakönyvhez hető utóneveket, és így volt ez december elején is, amikor megint jó néhány bekerült a listába. És ebben Minya Károly nyelvész lesz a segítségünkre, hogy mik is ezek az utónevek, és hogyan működik ez egyáltalán. Jelen pillanatban, hogyha valaki új utónevet akar adni a gyermekének, akkor a belügyminisztériumhoz vagy az anyakönyvvezetőhöz kell fordulnia, és a Nyelvtudomány Intézetnek az 5 munkatársa fogja elbírálni azt, hogy azok elfogadhatóak vagy sem. Azonban azt el kell mondani előre, hogy mindenki gondoljon arra, amikor a gyerekének fantasztikus és szenzációs nevet akar adni, hogy mi lesz akkor, hogyha netán ő valamilyen vállalat vezérigazgatója akar lenni, vagy pedig mi lesz vele, hogyha nyugdíjas lesz, hogy addig is ki fog-e tartani ez a név. Ugyanis már is mondok néhány viszonylag új nevet, tehát a leány nevek közül az Elizabeth, a Nea, a Nissa, a Stilla, a Zamira, a Lira, rövidivel, a fiú nevek közül az Árvin, a Hakim, a Palkó, a Zeki, tehát ilyen becézett neveket is mégis elfogadnak, Vladik, Szorin, tehát ezek a nevek valóban nagyon furcsák és szokatlanok számunkra. Minden esetre azt tudni kell, hogy Magyarországon csak magyar helyesírással lehet bejegyeztetni nevet, tehát mondok egy nevet, ezt most nem is tudom, hogy fiú vagy lány név, mindegy, Ginger, tehát 2 J-vel kell leírni. Szerintem és... lány. Valószínűleg. Tehát. Jó, köszönöm szépen. De megszavaztuk. Igen. És azt a hihetetlen dolgot is el kell mondani, hogy bármi furcsa Magyarországon fiúnak fiú nevet kell adni, lánynak meg lány nevet. Szóval... Ha nem mondja, nem is gondoltuk volna. De van, aki megfordítaná, tehát igen. Például az Andrea nevet elutasították, mert fiúnak akarták adni. Szóval ezt ne is kommentáljuk talán. Esetleg pillantsunk bele abba, hogy miket utasítottak el. Pont erre akartam rákérdezni. Olyan is van, hogy elutasítanak? Igen, nem is kérdés. Hála az égnek. Igen. Tehát például a női nevek közül a Babit, a Bogicát, a Bözsit, tehát ugye tényleg ez a Bözsi is, hát gondoljunk bele, hogy ha majd fölnő ez a gyerek, a Pötyi, a Lea, a Röneszmé, vagy a Valburga W-vel, a fiú nevek közül a már említett Andreát, tehát azt elutasították, aztán az Eont, tehát nem reklámozunk most természetesen, elutasították a Felhőt, mert gyakran köznévi nevet akarnak adni a gyereknek, aztán vannak ilyen rövidítettek, hogy Zak, meg Zé, tehát ezeket sem fogadták el, illetve a Nóri, ami 2 oval van írva, ugyanis hát persze a finn nyelvben például valóban a hosszú magánhangzót úgy jelölik, hogy 2 rövidet írnak egymás mellé, de hát a magyar nyelvben ugye úgynevezett mellékjelet ékezettet tesznek a magánhangzóra, tehát ezt is elutasították. Egyébként óriási a választéka ezeknek a neveknek, tehát a Nyelvtudomány 10 honlapjára valaki fölmegy, számomra is hihetetlen, hogy nem talál nevet a gyermekének. Minden esetre ettől függetlenül azért szokott szigorú is lenni ez a bizottság, mert ami nagyon-nagyon köznévi eredetű, akkor megint puskázok, a Napfi, a Szivárvány és a Kopasz nevet elutasították. Arra határozottan emlékszem, hogy több évvel ezelőtt a Radiátor nevet is elutasították. Igen, szóval... és talán Kazetta is volt, ha jól emlékszem. Hát ez alapján miért nem? Mindenféle van. De most én is itt puskázok, nem csak az újak közül, hanem a teljes elérhető listából. Van ilyen, hogy Hubertus. Ditke, te adnál a fiadnak ilyen nevet? Hogy Hubertus? Nem, Kovács Hubertus? Nem, mert bocsánat, ez a reklám helye, de rögtön az ital jutna eszembe róla. Pedig nem? Vagy az, hogy Kovács Áfonya? Szeretem az Áfonyát, de nem a fiamnak vagy a lányomnak a neveként, hogyha lesz majd esetleg. Igen, vannak érdekesek. Nekem például a női nevek közül a Wulfia. Rögtön nem tudom miért, de a hangzása miatt rögtön a farkas jut eszembe róla. Nem feltétlenül jó egy ilyennel fölruházni egy gyermeket, például egy iskolában, mert tudjuk, hogy például a gyerekek nagyon gonoszak ebben egymás között. Nagyon-nagyon rá tudnak szállni a másik különleges nevére, és csúfolódnak vele.
lelki törést is okozhat egy gyermeknek, gondolom. Főleg akkor, hogyha mondjuk apuka Lakatos, és az Angelo nevet kapja. Lakatos Angelo. Igen, igen, ezzel találkozhatunk. Egyébként valóban figyelni kell arra is, hogy a vezeték és a keresztnév hogyan illeszkedik egymáshoz. Tehát például, hogyha valakinek ugye azt a nevet adják, hogy már is megtalálom a papírjaim között, hogy erdei, akkor lehet természetesen virág, de például boros, ha vezeték a neve, akkor nem jó, hogyha tea a keresztneve. Tehát ezekkel az összehangzásokkal is kell figyelni. Minden esetre még tovább lehetne sorjázni egyébként az elutasított női név, még a Mazsola, a Rebecca két C-vel, az Edi Y-nal, a Kitty, amit esetleg valaki Kittynek is olvashat. Aztán itt van, hogy elutasított az Erdőcske, a Pötyi, a Zene vagy az Éden, a fiú nevek közül pedig az Adams vagy Adam, aposzlóf S. Tehát nagyon-nagyon, vagy volt, aki a Barnabást és a Sámuelt összevonta, és Barsa nevet akart adni a gyermekének, fiú gyermekének, vagy Felhő Tímár keresztnevet. Tehát, na hát ebből is tudnánk szemezgetni, és hogyha valaki szeretné, akkor ezt az interneten meg is teheti. Nagyon szépen köszönjük, hogy szemezgethettünk együtt, hát nincs erre jobb szó. Köszönjük szépen ezeket az információkat.